A tavalyihoz képest 5-600 forinttal olcsóbb most 1 kiló sertéshús, tudtuk meg Deák Ferencnétől, aki azt is elmondta, hogy a húsvéti sonkák már érlelődnek. 2 hét múlva már az is kapható lesz húsboltjukban. Az 1600 forintos kilogrammos árak most 1000-1350 forintra csökkentek, aminek örülnek a vásárlók. Ugye már most az ünnepi készletek kezdenek kifogyni, és akinek van helye, az már most tud tartalékolni ezekkel a kedvező árakkal. Igen, érdemes vásárolni. Még tart a kocsonya szezon. Pörköltet, töltött káposztát, fasírtot is sokan készítenek. Most tulajdonképpen minden részét, még kocsonya szezon van, igen, ugye pörköltes, töltött káposztás, igen, mindent. Darált húsok is mennek fasírtoknak. Tehát most kelendőbb a sertés. Már készülnek a húsvétra is, mert ahhoz, hogy a füstölt áru, a sonka finom legyen, már hagyományosan sózóban vannak legalább 4 hétig, utána 1 hét szikkasztás, majd bükkfával, gyümölcsfával való füstölés következik, és március közepétől már kapható lesz a húsvéti sonka, várhatóan a tavalyi áron. Készülünk, ugyanis április első hétvégére érkezik húsvét, és ahhoz a füstölt áróval, a finom sonkákkal időben fel kell készülni. Tehát azok már, amik hagyományosan készülnek, már a sózóban vannak, és az legalább 4 hét. 4 hét, utána 1 hét szikkasztás, és akkor mennek szépen a bükkfával, vagy a gyümölcsfával való füstölések, készülünk húsvétra, igen. Igen, március 15-e után már, tehát az a 3 hét előtte már, tehát kérdezgetik, készülnek már a családok a húsvétra. Ami szerintem jó hír, hogy nem lesznek drágábbak a sonkák, mint a tavalyi évben. Tehát mi ezt várjuk, erre számítunk, nagyon bízom benne. Deák Ferencék környékbeli termelőktől vásárolnak. Fontos, hogy hagyományosan jó takarmányon nevelt állatokból készüljenek a termékek. Mindig odafigyelünk arra, hogy hagyományos eljárással készült, jó takarmányon nevelt állatokból készüljenek a termékek. A minőségre nagyon, de nagyon odafigyelünk. Karcag 50-60 kilométeres körzetében lévő termelőktől szerzik be az áruikat. A karcagi hagyományos hurka, kolbász mellett a füstölt árut kisebb őstermelőktől, vagy megbízható kisebb üzemektől veszik. Karcagi termékeink, ugye a magyar hagyományosan a hurka és kolbász, amit előállítanak, viszont a füstölt árut azt inkább kisebb olyan vagy őstermelőtől, vagy pedig olyan megbízható üzemektől, akik kisebb tételben állítanak elő. Igen, előnyben részesítjük, igen, a finom jó termékeket, meg amik már így évről évre beváltak. Deák Ferencné arról is szólt, hogy kezdenek visszajönni a régi hústartósítási módszerek, amikor zsírban tárolták a lesütött kolbászt, oldalast. Én most azt látom, és azt tapasztaljuk, hogy jönnek vissza, elevenednek fel a régi hagyományos dolgok. Tehát vannak családok, akiknek még nagyon, de nagyon jó spájzaik vannak, vagy éppen kamráik, és ugye most túl vagyunk már egy jelentős disznótoros időszakon, és bizony hallottam olyat, hogy előkerülnek a bödönök, sütnek le oldalast, ugye régen csak felfüstölték is, füstölve is fogyasztották, de most már lesütik, és ugyanúgy a húsokat is, vagy éppen a kolbászt, és a zsírban érlelik, vagy tárolják, viszont ehhez tényleg nagyon jó kamra kell, és spájz. Előjönnek tehát mindig azt mondom, hogy kérdezzék meg a nagyszülőket, hogy ők annó annak idején, tehát hogy előjöjjenek azok a gyerekkori régi ízek, ízvilágok, nagyon isteni finomak, amik hagyományosan készültek, és semmi különleges fűszer, adalékanyag nem volt benne. Effelé tendálunk, hogy minél egészségesebbet és hazait. A hagyományosan semmi különleges fűszert, adalékanyagot nem tartalmazó, egészségesebb húsárukat egyre jobban keresik a vásárlók.